Az úgynevezett Málenki robot kis munka évekig is eltarthatott a szovjet munkatáborokban. Az elhurcoltak közül sokan nem tértek haza, mondta a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve záró hetén a miniszterelnök helyettesi főtanácsadó napkoron. Csallóközi Zoltán hangsúlyozta, az elmúlt egy évben konferenciák, kiállítások és tanulmányi versenyek is segítették a 70 évvel ezelőtti keserű történelmi eseményekre való emlékezést. A kutatók 700 ezer és 1,1 millió közé teszik azon magyar állampolgárok számát, akiket a II. Világháború után elhurcoltak a Szovjetunió javító munkanevelő táboraibnak nevezett intézményekbe, ahonnan a fele sohasem tért haza. Nem tudjuk, merre van helyük. Valahol Oroszországban, a számtalan tömegsír valamelyikében, lehet, hogy tetemük vadakmartaléka lett, vagy Szibéria végtelen hómezői fedik. Az itt felállításra kerülő kiállítás az ő emléküket idézi fel. Egész Magyarországot, azon belül is a keleti részeket, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintette leghátrányosabban az elhurcolások időszaka. Falvak teljes férfi lakosságát, fiatal férfi lakosságát elhurcolták a gulágra, úgynevezett Málenki robotra, amiről aztán évek múltán tértek vissza a szerencsésebbek, akik túlélték az ottani szörnyűségeket. Azért fontos emlékeznünk, és gondolom nem csak az emlékév kapcsán, hanem folyamatosan azok az emlékjelek, azok az események, amik megtörténtek ebben az évben, remélem, hogy hagyomány teremtődik belőle, és minden évben ezek az emléktáblák meg lesznek koszorúzva, az emlékünnepségek újra meg lesznek tartva, hiszen így tudjuk átadni a következő generációknak annak az üzenetét, hogy soha többé ilyenfajta elnyomó rendszert, amely gulágokhoz vezethez. A Málenki robotra elhurcoltak többségét bányákban, fakitermeléseken, építkezéseken dolgoztatták embertelen körülmények között. A napkori rendezvényen a 99 éves Juráncsik Antal is részt vett. A férfit 1945. decemberében vitték el Málenki robotra. Romeltakarítás. Bontottuk az épületeket, faragtuk a téglákat, raktuk csomóba egyik nap, másik nap a szelyát kellett szedni, rakta egy másik helyre, tehát sok minden volt. Mennyi idő után térhetett vissza? Hát ez körülbelül 47 derekán jöttem haza, mire megalakult az új forint. A napkori rendezvényen elhangzott, fontos, hogy a mai fiatalok is megismerjék a 20. század emberi, családi tragédiákat is okozó diktatúráját. A kiállítást már az első napon több iskolás csoport is megnézte.